Majdnem pontosan 5 éve, 2011 novemberében került a Bóvli, vagyis a befektetésre nem ajánlott kategóriába az első nemzetközi hitelminősítőnél Magyarország, majd a másik kettőnél is ilyen döntés született. Az indoklás akkor a magas államadóság, az alacsony gazdasági növekedés és a bizonytalan gazdasági környezet volt. És nem tett jót a befektetési bizalomnak a Matolcsy György, akkori nemzetgazdasági miniszter által képviselt unortodox gazdaságpolitika, valamint az újabb és újabb ágazati különadók sem. A miniszterelnök 2011-ben ezt a válságkezelés innovatív módjának nevezte. A gazdaságpolitikák esetében egyszerre vannak jelen ortodox és anortodox közgazdasági eszközök, egyszerre alkalmazzuk a válságkezelés hagyományos és innovatív eszközeit. A hitelminősítők kedvezőtlen besorolását akkor egyszer politikai támadással, másszor az euróövezet válságával magyarázták. Most, amikor a Moody's újra befektetésre ajánlott kategóriába sorolta Magyarországot, a gazdaságpolitika sikeréről beszélnek. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy a magyar gazdaság egy olyan pályán halad, amelyet egyre több külföldi minősítő intézet, befektetési alap, nemzetközi szervezet ismer el. A nemzetgazdasági miniszter ugyanakkor azt mondta, a döntéstől most nem változik meg lényegesen a magyar gazdaság befektetői megítélése, ugyanis szerinte a piac már nagyjából egy éve megbízik a magyar állampapírokban. Úgy látja viszont, hogy csökkenhet a költségvetésre háruló teher, könnyebb lesz az államadóságot finanszírozó állampapírokat értékesíteni. Az LMP szerint a felminősítés még nem igazolja a magyar gazdaság politika lépéseit, a hitelminősítők ugyanis csak a pénzügyi stabilitást vizsgálják. Nem érdekli őket a magyar polgárok élete, nem érdekli az oktatás helyzete, nem érdekli őket, hogy meg lehet Magyarországon a bérből élni, nem érdekli őket az elvándorlás, csak az érdekli, hogy a pénzügyi stabilitás meglegyen. Pénzügyi stabilitás fontos dolog, jó, ha megvan, de ez egyáltalán nem igazolja a magyar gazdaságpolitikának minden szeletét. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a mostani pozitív döntésnek nem lesz jelentős hatása, inkább a Standard & Poor's szeptemberi felminősítése hatott a gazdaságra. Ez egy meglepő döntés volt, hiszen nem számítottak rá az elemzők is, így a befektetők sem. Másrészt pedig a befektetők többsége azt nézi, hogy a három nagy hitelminősítőből legalább kettőnél legyen egy ország befektetésre ajánlott. A Standard & Poor's szeptember közepén, a Fitch Ratings pedig már májusban visszasorolta Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába.